Köszöntöm nézőinket, Deli Kinga vagyok. Lássuk, mit kínálunk a mai Bonyhádi naplóban. Újra igényelhetnek a működésükhöz szükséges támogatást a civil szervezetek és a sportegyesületek. A kormány támogatásával megújul az Erme Vojnic mauzóleum és a Percel sírkert. Felújítják a Bonyhád Majosi kultúrházat. Sikerrel szerepeltek a bonyhádi klarinétosok az országos verseny döntőjében. A Bonyhádi képviselőtestület idén is megszavazta a városban működő civil szervezetek és sportegyesületek részére a 2022-es költségvetési támogatást. A szervezetek pályázat útján igényelhetik a működésükhöz szükséges anyagi hozzájárulást. A Bonyhádi képviselőtestület elfogadta a 2022-es évi költségvetési rendeletét. Ez a rendelet lehetőséget ad arra, hogy a civil szervezetek és a sportegyesületek továbbra is gördülékenyen működhessenek a város által biztosított támogatási összeggel. A támogatási összeghez pályázat útján lehet hozzájutni. Ezek a pályázatok már az űrlapok, már megtekinthetők a város honlapján, illetve személyesen is átvehetőek a városházán. A civil szervezetek esetében a tavalyi évhez képest emelkedés történt, 4,5 millió forint helyett 6 millió forint áll rendelkezésre, a sportegyesetek tekintetében pedig a tavalyi összeg 30 millió forint kerül szétosztásra. Itt meg kell jegyezni, hogy van egy tartalék 10 millió forint összegben, ez akkor kerül felhasználásra, és örülnénk neki, hogy ezzel élhetnénk, ha valamelyik csapatsportágunkban osztályváltásra kerül sor, mert nyilvánvalóan akkor nagyobb kiadása lesz annak a szakosztálynak. Pályázhatnak mindazok a civil szervezetek és sportegyesületek, amelyek cégbírósági végzéssel rendelkeznek, bonyhádi telephelyjel, illetve székhelyjel működnek, elszámoltak a tavalyi támogatási összeggel. A 2007. évi összeférhetetlenség érintettségi törvénynek megfelelnek, NAV köztartozásuk nincsen. Ezt az összeget én bízom benne, hogy sikeres pályázat útján kellőképpen fel tudják használni a sportegyesek tekintetében eredményesebb, hatékonyabb munkához, illetve a működési feltételek biztosításához, a civil szervezetek tekintetében pedig közös fejlesztés érdekében végzett tevékenységek támogatásra fordítsák, illetve közösség érdekében végzett szakmai programjuk támogatására szeretnénk, ha fordítanák ezt az összeget. A pályázatokat 2022. március 18-án 12 óráig lehet leadni elektronikusan, személyesen a városházán vagy postai úton ajánlott levél formájában. A döntés a pályázatokról semmiféle újdonságot nem hoz, az elmúlt évek gyakorlatát követjük. A civil szervezeteknél javaslatot tesz a bizottsági elnökök fóruma, amelynek két bizottsági elnök és a két alpolgármester a tagja, és a javaslatot a képviselőtestület dönti majd el. Általában úgy szokott lenni, hogy minimális az a vita, ami ilyenkor elő szokott fordulni. Tehát a képviselőtestület el szokta fogadni a javaslatot, de meg ki kell emelni, hogy igazából a képviselőtestület dönt. A sportegyesek tekintetében a Humán Bizottság tesz javaslatot, és ebben az esetben is a képviselőtestület dönt. Erre az ülésre március 31-én kerül sor. A döntés után a civil szervezetek és az egyesületek értesítést kapnak, majd a szerződés megkötésére kerül sor, és a szerződés tartalmazza azt, hogy a elnyert összeget hány körben kapják meg az érintett egyesületek és civil szervezetek. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy akik a feltételeknek megfelelnek, azok mindannyian támogatásba részesülnek, hiszen a cél az, hogy mindenkinek tudjanak segíteni, támogatni a munkájukat az anyagi források biztosításával. A sportegyesületek az 10-12-15 szokott lenni, a civil szervezeteknél attól függ, hogy nézzük, a művelődési központban nagyon sok civil szervezet működik. Ha azt egynek vesszük, akkor egy olyan 25 civil szervezet, ha azokat külön vesszük, akkor egy olyan 40-45 civil szervezetet érint. A támogatási összegek civil szervezetek esetében 30 ezer forinttól milliós nagyságrendig terjedhetnek, a sportegyesületek esetében pedig 500 ezer forinttól egészen 6 millió forintig kaphatnak támogatást. Ezekkel az összegekkel a működési feltételeket tudják biztosítani a különböző egyesületek, szervezetek.
Közel 200 millió forintos kormányzati támogatásból restaurálják az Ermel Vojnics mauzóleumot és a Perczel sírkertet Bonyhádon. A felújítás során nem csak a temetkezési helyet, hanem a környezetét is rendbe teszik, ahol a bonyhádi önkormányzat egy tanösvény kialakítását tervezi. A szakértők szerint utolsó pillanatban sikerült megmenteni a műemléképületet. A kereszt már megérkezett, azonban egyelőre még nincs hova felrakni. Ugyanis teljes rekonstrukció alatt van a bonyhádi Ermel Vojnics mauzóleum. A völcségi városban fellelhető műemléképületet Percelet Elkalányának, Ermel Vojnics Erzsébetnek a végrendelkezése alapján készítette el a családja. 1905 és 1907 között épült az épület, és azóta komoly felújítás ezen nem történt. Apró beavatkozások voltak, lábazati felületeken voltak cementes javítások szakszerűtlenül, de komolyabb felújítást nem élt meg az épület. Viszont az elmúlt majdnem 120 év alatt már nagyon sokat rongálódott. Tudni az épületről, hogy körben minden nyílást ólomüvegablakok díszítettek, aminek a felújítás kezdetén már csak a töredékeit találtuk meg. A díszítő festés, ami bent egy nagyon szép, sokszínű belsőt fog mutatni majd, az pedig teljesen lekopott, és a korábbi beázások miatt szintén csak darabokban volt rekonstruálható már a mintázat. Az épület külső felét, a teljes homlokzatot zsolnai pirogránit fedi. Távolabbról azt látjuk, hogy kőhatást mutat, de valójában ez nem kő, hanem égetett kerámia. Emiatt is olyan gondos munkát igényel, mint ami elkezdődött az épületen. A terület, ahol állunk, ez egy egykori temető, ahol a temetkezést már ideje felhagyták. Vannak még gondozott sírok, és még ma is történik ritkán temetés a területen, de már nem ez a hivatalos temetkezési hely Bonyhádon. Viszont a Perczel család itt temetkezett, egy számos sírhely van, ami a projekt része is, 9 darab sírhelyet komolyan fel kell újítani, és hát maga a fő attrakció a mauzolom belsejében lévő sírhely is felújítandó. A beruházás közel bruttó 200 millió forint visszanemtérítendő kormányzati támogatásból valósul meg. A munkálatokat már 2021 őszén megkezdte a kivitelező. Elkészültek a fakivágási munkák, elkészült az épület utolagos falszigetelése, elkészült az épület tartószerkezeti megerősítése, lebontották a korabeli rézlemez fedést és a teljes alátét deszkázatot, elkészült az új deszkázat, elkészült a fa tartószerkezet faanyagvédelmi kezelése, és egyelőre tél folyamán ponyvázva van a tető, amit látják. A műhelyben nagyon sok munka folyik, amit a helyszínen nem látszik. Egyrészt az ólomüveg töredékekből állítják össze pécsi restaurátorok az új ólomüveg ablakokat. Megtörtént a festési mintavétel, tehát a díszítő festés mintázatait levették, a sablonok pécset elkészültek, és amikor a belső vakatjavítások teljesen elkészültek és kiszáradtak, akkor a festés is meg fog kezdődni. Ez nagyjából egy hónap múlva valósul majd meg. Párhuzamosan folyik a zsolnai gyárban Pécsett a homlokzati burkolóelemek gyártása, tehát a teljesen tönkrement, szétfagyott elemeket, amit már nem lehet restaurálni, rekonstruálni helyszínen, azokat újra kell gyártatni. Ez is üzemben zajlik. Az épület belsőhöz tartozik még két úgynevezett stallum, tehát belső padok, amik fa restaurátornál vannak, és ugyanebben a műhelyben újítják fel a mögöttem lévő bejárati ajtót is. Ez egy iglenes ajtó került most a beépítésre a helyszínre. Az eredeti ajtó a műhelyben van és felújítás alatt áll. A belsőhöz tartozik még egy eredeti mintákkal azonosan kialakított öntött műkő, úgynevezett terradzó burkolat elkészítése. Ez az utolsó stádium lesz. Foglalkoznunk kell a tereppel, tehát támfalak készültek több ütemben. A belső tér berendezéséhez tartozik egy nagyon szép zsolnai oltár is, aminek sajnos sok károsodása volt már az idő során, nagyon sok rongálás volt a helyszínen, és emiatt sok darabját kell aztán újra gyártani szintén a pécsi zsolnai gyárban. Ezek mázas kilakításúak, ellentétben a homozatburkolattal, és ami az egésznek egy komoly dísze lesz még, az egy középen befüggesztett, hatalmas, szintén zsolnai gyártású csillár.
az őszi időszakban a rezsimezfedést eltávolították, a deszkázatot leszették, és új deszkázat került a fedés alá, és miután hideg időszak volt, ezért csak műhelyben folyhat az előkészítési munka, tavasszal kerül fel az új rezsimezfedés, az újragyártott minta alapján újragyártott tetőszellőzőkkel és a keresztel együtt. Addig a műhelyben a szellőzők legyártásra kerültek, a rézlemez táblákat kialakítják és előkészítik, hogy itt a helyszínen már csak összeállítani kelljen. A projekt nem csak a mauzóleum és a 9 perccel sírhely felújítását foglalja magába, hanem a környezet rendezését is. A tájidegen alászorult, előregedett fákat, faállományt ki kell vágni, a helyére pótlásokat kell elvégezni, és a terepet úgy kell kialakítani, hogy az épület bemutatható legyen. Tehát az önkormányzat azt tervezi, hogy egy tanúsvényként a perccel emlékhelyeket összefűzi, ez egyik kiemelt állomás lesz. Biztosítani kell, hogy az érdeklődők, a kirándulók, a diákok, a turisták, azok szárazlábbal tudjanak a parkon átkelni. A műemléképület eredeti szépségét várhatóan nyár elejére állítják vissza a szakemberek. Régi vágyuk válik valóra hamarosan a bonyhádmajosiaknak. Az önkormányzat 2022-ben 80 millió forintot különített el arra, hogy felújítsák a Majosi Kultúrházat. Ezen kívül utca és járda felújítást, napelemes lámparendszert és egy korszerű játszóteret is terveznek a település részre. Ez egy előző évezredi bútorraktár is lehetne, azonban ez a bonyhádmajosi kultúrház. A feltöredezett járólapokból látszik, hogy régóta vár már az épület a felújításra, és most ennek is eljött az ideje. A város költségvetése megengedheti azt, hogy egy nagyobb felújítást csináljunk, ami a Majosi városrésznek ez egy óriási lépés lesz, hogy a kultúrház, ami már évtizedek óta úgymond rossz állapotban van, de folyamatosan használva volt, mert a város meg tudja oldani a saját erőből, hogy ez az épület fel legyen újítva, és a Majosi Székely Hagyományőrző Egyesületnek a kezelésébe átadja. Néhány évvel ezelőtt a nyílászárókat kicserélték, és az utcafronti homlokzatot is megcsináltatták. Ez évi költségvetésben 80 millió forint van erre az épületnek a felújítására számva. Most zajlik a közbeszerzés, és ebből a pénzösszegből a teljes tetőszerkezet, a kultúrháznak ez a belső táncterme, a padlócsere, új központi fűtés kialakítása, új vizes blokkok kialakítása, női és férfi vécék, és pedig hátul egy közösségi helység, és ez mellett egy közösségi konyha és egy tálaló helység kerülnek kialakításra. Az omladozó teraszt is felújítják, régi nagyméretű téglásburkolásban gondolkodnak, ami visszaadná az épület sváb formáját. A jellegzetes oszlopokat renoválás után visszaállítanák a helyére. Ezek felújításában a katolikus imaházihoz hasonlóan a lakosság segítségét kérik. A tervek szerint napelemrendszer is kerül majd a felújított kultúrházra. Fontosnak tartom ezt az épületnek a felújítását, mert ugye Majoson is egyesületek vannak, amik működnek, és valós igény van a fiatalok, az idősek, úgymond minden generáció részéről, hogy ezt az épületet használják és belakják, mert jelen pillanatban nincsen, hol úgy összejöjjenek, beszélgessenek, hogy ami a mai kornak megfelelő minőségben legyen. Kulturális programokat tervezünk, igen. A legfőbb ugye szervezője a programoknak a Majosi Székely Hagyományőrző Egyesület, de mi is úgymond önkormányzati szinten is rendeztünk itt már régebben nőnapot, ami jelen pillanatban ugye Bonyhádon kerül megrendezésre, de valamikor ez Majosról indult, ez a nőnap. Igen, lenne itt még más lehetőség, tánctábor, nyári tánctábor a gyerekeknek, adventi ünnepségek voltak az utóbbi időben rendezve, de ez mind az egyesületnek a szervezésében történt. A kultúrház felújítási munkálatai várhatóan május elején indulnak el, és a tervek szerint még az idén birtokba vehetik a majosiak. Itt azonban nem áll meg a bonyhádi önkormányzat, sokkal több fejlesztést terveztek a város részre 2022-ben. Be azért be a belügyminisztériumnak kiírt pályázatára beadtuk a 13-as utcának a teljes felújítását, ami az úttest és a vízelvezetést foglalja magába, valamint az 5. utcában elkezdett járda felújítást folytatjuk. Ezt pályáztuk meg, és szeretnénk ugye nyerni rajta, és megoldani a régi járda problémákat. Ezen kívül vannak még járda felújítások, de azok még teljesen nincsenek eldöntve, a szakaszok. A 7. utcában biztos, hogy lesz járda felújítás. Az még a költségvetésből, hogy mekkora részt tudunk ide hozni, az még megbeszélés alatt van. Ezen kívül régi nagy hiány Majoson, egy közterületi játszótérnek a megépítése, ami ugye nincsen, és ez pedig
a mai kornak megfelelő szabályok szerint ilyen gumi ütécsillapítóval felszerelt 12 darab elemmelből álló korszerű játszótér, és ez például Majoson az 5. utcában a úgynevezett régi cipőüzemmel szemben van a füves terület, és ott lesz majd ez fölépítve. Tavalyi évben átadtuk a temető és a óvoda közötti feljárót, ez egy a rövidítő út, mi úgy hívjuk, és ennek a közvilágítása ugye nincsen megoldva, és közvilágítással idén ez is meg lesz oldva ez a probléma, hogy oda napelemes közvilágítás fog kerülni, hogy éjszaka is lehessen használni vagy sötétbe ezt a szakaszt. Ezen kívül olyan fejlesztés van még az óvodára vonatkozólag, hogy az udvaron, amit tavaly évben már elkezdtünk a kültéri játszótérnek a modernizálását, ez idén be lesz fejezve, és a kerítésnek a teljes felújítása is meg fog történni. Ha a pályázatok sikeres elbírálásban részesülnek, akkor 2022-ben több 100 millió forintos fejlesztések valósulhatnak meg Bonyhád Majoson. Országos sikereket értek el a bonyhádi klarinétosok az Országos Zeneiskolai Klarinétversenyen. A megmérettetés egy területi válogatóval kezdődik, ezután jutnak be a legjobbak a budapesti döntőbe. Bonyhádról 4 képviselhették a várost, akik közül 2 dobogós helyezést értek el, egy diák pedig külön díjban részesült. Kodály Zoltán Este a tábor tűzné című zeneművét játssza Pókai Lilla, aki első helyezést ért el az Országos Zeneiskolai Klarinét versenyen. Ez volt az egyik mű, amivel korcsoportjában első helyezést ért el. Az országos megmérettetést 3 évente rendezik meg tehetséges fiatalok számára. Lilla elmondta, hogy közel 10 éve játszik hangszeren, és bár izgulós típus, mégis nagyon szeret másoknak klarinétozni. Első osztályosan kezdtem el ide járni a zeneiskolába, és én is természetesen a nővéremtől láttam az egészet. Első évben még furuljáztam, és utána kezdtem el klarinétozni másodikban, szóval most már nekem is 10. éve, hogy ide járok a zenesuliba. Heti 2 járok órára, és nagyon zsúfolt heteim vannak így a gimi mellett, még amikor több edzésre is jártam, kombiában vettem, ezért muszáj volt hétvégre beraknunk az órát, szóval így kedden, szombaton járok, hát egy ilyen 3/4-1 órás órára, és így változó, általában egy 3/4-1 órát szoktam gyakorolni naponta, így versenyhelyzetben egy kicsit többet nyilván, de így ennyi, amennyi belefér. Másodszor veszek részt a versenyen, ugye 3 éve második lettem, és ez most nekem egy ilyen nagy cél volt, hogy legalább ezt a második helyet megtartsam, de szerencsére jobban is sikerült. Nagyon-nagyon izgulós típus vagyok, szóval így voltak stressz helyzetek a verseny előtt, de nagyon-nagyon örültem, mert én nagyon-nagyon szeretek másodnak is játszani, és így magamnak is elképzelni, hogy mit játszok, szóval nekem nagyon-nagyon tetszett. A bonyhádi Bartók Béla alapfokú művészeti iskola tanára, Selerjó Jaroszláv készítette fel a növendékeket a versenyre, akik a regionális válogató után jutottak tovább a döntőbe. Az országos döntőt most kerül sor a február elején. Az országos döntőben 2 fordulós, és 2 nap egymás után kell játszani más-más műsor. A műsor összeáll egy kötelező darabból és egy szabad választatból. Most a gyerekek vannak osztva a korcsoportokra, természetesen, hogy ebben a kategóriában vannak az első, ami alsósok, utána a haladók, utána a harmadik korcsoport, ez már kezdő középiskolások, és a negyedik az a legfelső, a harmadik, körülbelül a harmadik gimnazisták is főjebb. Akár 22 évig, de az a lényege, hogy a tanuló legyen a zeneiskolának bejegyzett tanulója. Na most mindegyik korcsoportban természetesen a nehézségek alapján vannak kötelező darabok, és ez mindegyik résztvevő a korcsoportból játszik ugyanazt a darabot, és szabad választat, ez már a tanárok meg
megalapítják, vagy szabnak a gyerekekhez valamit, általában mindig nehezebb darabot, mint egy kötelező darab, meg akar csak van értelme venni részt a versengésben. Bár mi nem a verseny miatt általában járunk, mi mindig próbálok muzsikálni. Minél többet muzsikáljunk, és ha tudunk, akkor veszünk részt ebben az egészben. Tavaly szeptembertől kezdték meg a felkészülést a diákok a versenyre. A legnehezebb dolog talán a zeneművek kiválasztása volt. Már nyáron fájt a fejem, hogy kinek mit adjak, meg vannak most több is kiemelkedő növendék, és természetesen nagyon fontos, hogy kiválasztom neki ilyen darabokat, ami tetszeni is fog, ami mutatós és ami hasznos is a további fejlődésben természetesen is. És a gyerek is örömmel ezt a darabot eljátsz. Négy bonyhádi növendék vett részt az országos versenyen, mind magas pontszámmal jutott a döntőbe, ami azt jelenti, hogy az 51 döntős közül négyen képviselték a bonyhádi zeneiskola színeit. A diákok rengeteget gyakoroltak a megmérettetésre, nem ritkán hétvégeken is bejártak az iskolába zenélni, tökéletesíteni a játékukat. Pókai Lilla korcsoportjában első helyezést ért el, Seidler Réka második lett, Pókai Ágnes pedig elnyerte a zsűri külön díját. Matkovics Milán technikai okok miatt nem tudott megjelenni a döntőn. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!